76 eredményesen szereplő diákot, valamint felkészítő tanáraikat jutalmazták a hét elején szervezett diátadón a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai centrumában. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány szervezte idén is a Zrínyi Ilona területi matematika versenyt. A versenyt teszt formájában bonyolították be, és az első fordulóban 56 ezernél is több diák oldotta meg a feladatokat. Ebből 14 ezer fő volt határon túli. Tolna megyében 6 város 7 iskolájában tartottak megyei fordulót 952 részvevővel. Számos diák szüleivel érkezett a 31. Zrínyi Ilona Tolna megyei matematika verseny eredményhirdetésére. Köztük több olyan diák is van, akik rendszeresen részt vesznek a versenyen, mert szeretik a matematikát és összemérni tudásukat társaikéval. Ilyen a tavaly országos döntőben 5. helyezést elérő, és idén a 9-esek között megyei első Szanyi Attila. Ebből csak megyei forduló volt, de lesz országos, azon is voltam már többször, és azért a különbség észrevehető, tehát sokkal nehezebb szintű feladatok vannak ott. És a pontomnak, tehát most egy pontot, annak csak a 2/3-át tudom elérni nagyjából országosan. Ugye ebben 30 feladat van, feladatválasztósak, mindegyikre van 5 lehetőség, és egyet ki kell választani. És a nehézségnek a szintje növekszik, tehát az első feladat az ilyen nem óvodás szintű, de a 30-dik az már messze nagyon nehéz, és csak a legjobbat tudják megcsinálni. Ugyancsak több éve vesz részt matematika versenyeken Rács Zsóka, aki idén a 10-esek között lett első. Elmondása alapján villamosmérnök akar lenni, mivel testvére is hasonló szakterületet tanul az egyetemen, és tőle látva megtetszett neki is ez a szakág. 113 pontom lett. Figyelmetlenség miatt is elég sokat hibáztam sajnos, és 150 pont volt a maximum. Hát elég sok matek versenyre járok. Jelenleg a Szorony Dániel matek verseny eredményét várom, de valószínűleg tovább fogok jutni. A logikai gondolkozás és a rendszeres gyakorlás volt, ami hozzásegítette a szakgimnáziumi kategórián belül a megyei első hely elnyeréséhez Bálint Edina bonyhádi diákot. Igazából a felkészülés az nem volt nehéz, mint a feladatlapokat kaptunk, és a tanárnő azt mondta, hogy önállóan csináljuk meg leginkább, mivel ugye itt tudjuk meg, hogy mire vagyunk képesek, és hogyha volt olyan feladat, amit esetleg nem értettünk, akkor azt megmutattuk neki, és megpróbált elmagyarázni, mivel ugye minden évben körülbelül hasonló feladatok vannak benne. A más versenyekre is megyek, úgyhogy nem mindenre van időm, de azért szerintem jövőre is jelentkezek talán. A tanulók felkészítésére az idei tanévben órakeretet nem kaptak a tanárok, ezért a pedagógusok szabad idejükben, ahogy mondják, önszorgalomból gyakoroltak a diákokkal. Hiába matematika verseny, a szövegértelmezés az egyik legfontosabb, a nagydorogi tanárnő szerint, aki a diákok felkészítéséért díjban részesült Bonyhádon. 40 tanulóval vettünk részt idén a versenyen, úgyhogy azt mondhatom, hogy évről évre egyre több diákot tudunk a matematika iránt felkelteni az érdeklődésüket, úgyhogy egyre nagyobb kedvel vesznek részt, és azt mondhatom, hogy nagyon sikeresen zárhatjuk ezt a tanévet. 3 tanulónkat hívták meg az eredményhirdetésre, úgyhogy egy 6., egy 3. és egy 2. helyen lettünk gazdagabbak. Több versenyre készülünk folyamatosan, tehát próbálunk minél több matematika versenyen részt venni, és ezért nem feltétlenül mindig célirányosan egy versenyre készülünk, hanem minél többféle típusú feladatot megnézni, témakörökre bontva hasonló típusú feladatokat nézünk, és próbáljuk a közösen megoldani a feladatokat. Tehát kiadom a feladatot, hagyok időt gondolkodni a gyerkőcöknek, és utána megbeszéljük, hogy ki az, akinek van ötlete, végigbeszéljük, mire kell figyelni, ha egy kifejtős típusú feladat megoldást kell csinálni, hogy írom le akkor, mire figyelek, hogyha tesztversenyen veszek részt, hogyan lehet gyorsabban haladni, ilyen stratégiákat próbálunk megbeszélni, és minél több feladat megoldást elvégezni, minél nagyobb rutint szerezni. Én matematika tanárként is mindig azt mondom, hogy az olvasás a legfontosabb, mert igazából annélkül sajnos egyetlen egy matematika versenyen sem lehet eredményes egy diákunk sem, hogy biztos szövegértéssel rendelkezzen. Tehát az az első és legfontosabb, emellé jön a jó számolási készség, jó logikai készség, a talpraesettség,
gyakorlatias gondolkodás nagyon sokszor segít. Fontos az utódnemzedék kinevelése, az itthonmaradás elősegítése, Szabó Tibor alpolgármester szerint, mert egy város csak így tudja megőrizni folyamatos fejlődését minden területen helytálló fiatalok révén. Hát annak idején, amikor én még itt a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumba jártam, akkor is országos hírű volt a matematika oktatásban. Azt hiszem, és úgy látom, hogy egyéb intézményeikben is hasonló a helyzet. Hát igazából nagyon fontos, hogy a diákjaink sikereket érjenek el matematikában, de nem csak matematikában amúgy, hanem az összes többi tárgyban is. Hát kiművelt emberfőkre van szükség Bonyhádon. A legfontosabb a matematika tudásának átadásán kívül az a lelki támogatás, amit a tanárok ilyenkor adnak a csemetéknek, mert enélkül azt hiszem, hogy nem tudnának komoly eredményeket elérni. Ebben is kiválóak voltak a tanárok, és a felkészítő tanárok többek közt, hát természetesen arra vagyok a legbüszébb, hogy a bonyhádiak is helytáltak. Megye számos területéről, Szekszárdról, Tamásiból, akár még Madocsáról is, Dombóvárról, hogy ne felejtsük őket se ki, jöttek a diákok, büszke vagyok rájuk, nagyon szép eredményeket értek el, és nagyon bízom benne, hogy az országos döntőben is majd megállják a helyüket. A továbbjutók 2020 április közepén mérik össze tudásukat az országos döntő során.